Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Megállapodtak, nő a minibálbér 2019-ben. Esőhiány, tavaszra 80 mm-nél is több víz hiányozhat a földekről. Ítélet, próbaidővel megúszta az idős embereket kifosztó férfi. Új év, depresszióhoz vezethet a rosszul megfogalmazott újévi fogadalom. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Nem éri el a 100 000 forintot a január 1-től megemelt minimálbér nettó összege. A minimálbér emelés mértékéről a munkáltatók és a munkavállalókat képviselő szakszervezetek csak utolsó pillanatban állapodtak meg. A kormány elégedett az eredménnyel. A legnagyobb szakszervezeti szövetség viszont nem. Szinte az utolsó előtti pillanatban, december 30-án egyeztek meg a munkavállalók és a munkáltatók a jövőre és a 2020-ra tervezett minimálbéremelés mértékéről. Ha nem sikerült volna megállapodniuk a feleknek, akkor a kormány határozhatta volna meg az emelés mértékét. Az egyesség után Varga Mihály pénzügyminiszter azt mondta, a kormány üdvözli a felek között létrejött kompromisszumot. Ezt egy nagyon fontos, nagyon pozitív értéknek tekintjük, amelyik azt mutatja, hogy a szociális partnerek között megvan az az összhang, és megvan az a felelősségérzet, amelyik egy ilyen megállapodás kialakításához szükséges. Szeretnénk azt is üdvözölni a kormány részéről, hogy nem egy évre, hanem két évre vonatkozóan állapodtak meg a felek egymással. Ezt egy nagyon fontos, nagyon előremutató megállapodásnak tekintjük. A megállapodás értelmében 2020. január 1-ével újabb 8-8%-os emelés következik, ami után a minimálbér 161 000 forintra, a szakmunkások garantált bérminimuma pedig 210 600 forintra emelkedik majd. Ez azt jelenti, hogy idén, aki minimálbért keres, 99 085 forintot vihet haza, a garantált bérminimumért dolgozók pedig 129 675-öt havonta. A Magyar Szakszervezeti Szövetség nem írta alá az erről szóló megállapodást, ők ugyanis legalább 10%-os emelést akartak kiharcolni. Kordás László, a szövetség elnöke ezt azzal indokolta, hogy a minimálbér az emelés után a környező országok közül csak Romániában nem magasabb, mint Magyarországon. A minimálbér emelkedése a gyedre is kihat. 2019-ben a gyermekgondozási díj maximális összege a bruttó 208 600 forintot is elérheti, míg a diplomás gyed az alapképzésben résztvevő hallgatóknál 104 300 forintra, a mesterképzésben résztvevők esetében 136 500 forintra emelkedik. Újdonság, hogy a tartósan beteg gyermeküket otthon ápolók számára megjelenik a gyod, amelynek összege bruttó 100 000 forint, és a gyermek életkorától függetlenül folyósítható, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A kiszámíthatatlan időjárás fejtörést okoz a gazdáknak. Kővári László gazdálkodó azt mondja, ha nem jön csapadékosabb időjárás, tavasz végére jelentős vízhiánnyal kell szembenézniük a növénytermesztésből élőknek. Január gyakorlatilag sokkal enyhébb volt, mint a február. Az elmúlt esztendő időjárási statisztikáját mutatja Kővári László. Azt mondja, szinte kiszámíthatatlan, melyik növényfajtának kedvez majd az időjárás ilyen változása. Az biztos, hogy tavaly az éves középhőmérséklet 1,2 fokkal volt magasabb, mint az átlag, és a szeszélyes időjárás ellenére kiemelkedő jó éve volt a kukoricának és a szőlőnek is Tolna megyében. Igazából nehéz eldönteni, hogy melyik növény az akkor, amelyik stabilan tulajdonképpen hozza önmagát. Mondjuk a buza abból a szempontból nagyon jó, hogy azért úgy általában az utóbbi időben, hogy fagykár nem igen fordul elő. Itt egyedül a május dönt, hogy gyorsan szálba indul, kikalászol, vagy tud fejlődni megfelelően, és akkor jó átlagtermést is hoz. De ugyanakkor a száraz időjárás meg a minőségnek kedvez. A jelenlegi időjárás legnagyobb problémája, hogy nincs megfelelő mennyiségű csapadék. Ha az átlagnak megfelelő mennyiségű eső esne mostantól, márciusra 80 mm hiányzik majd a földekről. Ez gondot okozhat tavasszal a kapás növényeknél, mert hiába lesz esetleg nyáron megfelelő ellátottság, már csapadék szempontjából, ott már együttesen a
növénynek meg a talajnak a párologtatása nagyobb annál. És ha azt tudjuk, hogy körül 500-600 liter vizet párologtat el 1 kg szárazanyag képzéshez mondjuk a kukorica növény, akkor ki lehet számolni, hogy 600 mm kellene a téli és a nyári időszakban arra, hogy egy 8-9-10 tonnás kukorica termés legyen. Ha ez nincs meg, akkor megfeszülhetünk, akkor sem lesz megfelelő termés, mert nincs víz. Az időjárás elsősorban a gazdáknak jelent nehézséget, mondja Kővádi László. De az valószínű, hogy Tolna megye gazdálkodásában a búza, kukorica, repce és a szőlő lesz hosszú távon nyereségesen termeszthető. Rekord összeget költöttek a családok tavaly, 11,5 milliárd forint körül lehetett a kiskereskedelmi forgalom, s még karácsony után is rekordmagasságokban volt a lakossági fogyasztás. Ennek oka az évvégi leértékelés, a készleten maradt termékek kiárusítása és a szilveszterezés volt. Csak decemberben 1200 milliárd forint körül alakult a bolti értékesítés, ami azt jelenti, hogy az év utolsó hónapjában az emberek 10%-kal költöttek többet, mint egy éve. 2017-hez képest a múlt esztendőben 1000 milliárd forinttal többet hagytak a családok a pénztáraknál, míg az eladott termékek mennyisége több mint 6%-kal emelkedett. A benzin és a gázolaj literenkénti átlagára is bruttó 10-10 forinttal csökken péntektől. A benzin átlagára így 341 forint, a gázolajé 376 forint lesz. A kőolaj világpiaci ára 2015 óta először tavaly zárta alacsonyabban az évet, mint ahogy kezdte. Az orosz kitermelés a Szovjetunió összeomlása óta nem tapasztalt szintre nőtt tavaly, az Egyesült Államok napi olaj kitermelése októberben döntött rekordot. Több mint 500 000 forintot lopott el két kisvekei férfi idős emberektől szerte Tolna megyében. A döntően egyedül élő idős beteg embereket mindig valamilyen csellel megtévesztették, figyelmüket elterelték, miközben a házukat átkutatták. A szekszárdi törvényszék nemrég hozott ítéletet az ügyben másodfokon. Két férfi járt a Tolna megye kis településeit 2016-ban, és különféle ürüggyel jutottak be idős emberek házába. Miközben az idős beteg háztulajdonos töltötte a vizet, vagy éppen kereste a kerti szerszámot, az első rendű vádlott spórolt pénz után kutatott, ami rendszerint elő is került az ágyból, lepedő alól, vagy éppen pénztárcából. Dombóváron azonban rosszul választottak az elkövetők. Egy helyi sírköveshez mentek be, aki gyanút fogott, és amikor észrevette, hogy eltűnt a spórolt pénze, feltartóztatta egyikőjüket, és addig nem is engedte el, míg vissza nem kapta az ellopott pénzt. Ezután a dombóvári vállalkozó egy arra járó rendőrautót leintett, így sikerült elkapni a két férfit. A Bonyhádi járás bírósága 35 éves első rendű vádlottat 2 év börtönre ítélte, a börtönbüntetés végrehajtását 5 évi próbaidőre felfüggesztette. Mivel társa fiatalkorú volt, ezért kiskorú veszélyeztetése miatt is bűnösnek találták a kisvegei férfit. A szexádi törvényszék másodfokon a felfüggesztés próbaidejét 3 évre levitte, és elrendelte a pártfogó felügyeletét. A büntetés kiszabásánál a törvényszék nagyobb nyomatékkal értékelte enyhítő körülményként azt, hogy az elsőrendű vádlott a cselekmények elkövetésekor enyhe fokú mentális retardációban szenvedett, így a beszámítási képessége korlátozott volt. A másodrendű vádlottat 140 óra közérdekű munkára ítélték. A két kisvelkei férfi több mint fél év alatt összesen több mint 500 000 forintot lopott el idős emberektől. Rosszul tervezett, megvalósíthatatlan fogadalmakat teszünk az év elején, amik később krízisekhez vezethetnek, mondja Kertész Ágnes, a Balassa János Kórház főorvosa. Az emberek Magyarországon rosszul tervezik meg a folyamatok első lépcsőjét és türelmetlenek, tapasztalja a pszichiáter. Ennek köszönhetően az újévi fogadalmak már a kezdetekkor bukásra vannak ítélve. A tavalytól idénre azért túl sokat nem változtunk, pláne az alatt, az egy nap alatt. Igyezetlen a fogadalmainknak is időt kell hagyni, és megfelelően megtervezni a végrehajtást, különben kudarcélmény és depresszió lehet a vége, mondja Kertész Ágnes főorvos.
A tapasztalati számok azt mutatják, az emberek 50%-a tesz valamilyen, általában megvalósíthatatlan fogadalmat. Egy hónap múlva általában a fogadalmak 90%-a az már tovább illan. Ennek az az oka, hogy nincsen tervezés. Tehát fogadalom van, de tervezés nincsen. Mindig az első lépés megtétel a rendkívül nehéz, és arra kell odafigyelni. Másrészt pedig nem új célok kerülnek megfogalmazása és annak a kidolgozása, hanem a berögzött szokásainknak vagy függőségeinknek a megváltoztatása a cél. Egy 40 év feletti ember általában önmagában tesz fogadalmat, és nem kér hozzá semmiféle segítséget. Míg a fiatalabbak megosztják ebbéli gondjaikat a kortárs csoportokkal, akik segíthetnek a megvalósításban. A be nem teljesülő fogadalmaknak aztán önpusztító hatásai lehetnek, ami több esetben vezethetett már alkoholizmushoz, vagy öngyilkossághoz is. Abba hagyjuk az ivást, abba hagyjuk a dohányzást, új egzisztenciát építünk föl egy év alatt, és rendkívül sikeresek leszünk, abban könnyen beletörhet a bicskánk. Mert nincsenek meg a lépések, amivel fel tudjuk építeni azt, hogy kitől kérünk segítséget, mi magunk hogyan viszonyulunk hozzá, milyen krízismenedzselés történhet, hogyha valami sikertelenség van. A tapasztalatok szerint a karácsonyi öngyilkosságok száma jelentősen csökkent. Ugyanakkor az új év utáni egy-két hónapban ez a szám emelkedik, amikor kiderül, hogy a fogadalmaink megvalósíthatatlanok, mindez abból adódik, mondja kertészfőorvos, hogy türelmetlenek vagyunk önmagunkkal szemben is. 1919-ben alakult, és 1969-ben Vasszi Viktor keze alatt vált nemzetközileg is elismert együttessé a Szegedi Szimfonikus Zenekar. Számos, jelentős karnagy, Lamberto Gardelli, Ferencsik János, Kocsi Zoltán is vezényelte az együttest, amely most egy újévi koncert erejéig látogatott Szekszárdra. A programban a komoly zenei örökzöldek mellett a könnyebb műfaj is szerephez jutott. Jó néha a változatosságban lubickolni. Tehát nyilvánvalóan a könnyű zenék, vagy a könnyedebb muzsika nem igényli azt a fajta koncentrációt, azt a ütemről ütemre váltásra készséget, mint mondjuk Bartók, vagy Stravinsky, vagy a mai zeneszerzők darabjai. És ez a jól eső, szinte spontánnak ható muzsikálás, az jó kikapcsolódás a muzsikusainknak. Visszatérő válsérülése miatt távozik a klubtól az atomerőmű ese idegen légiós kosarasa. Shannon Evans meghatározó játékosa volt a paksi csapatnak. 12 meccsen 16,4 pontot, 2,8 lepattanót és 3,7 gólpasszt átlagolt. A játékos visszautazott az Egyesült Államokba, és valószínűleg a közeljövőben megoperálják, hogy minél hamarabb rendbe jöjjön. Jó hír vele kapcsolatban, hogy a klub vezetése és az amerikai kiválóság előszerződést kötött a 2019-es és 2020-as szezonra, ami azt jelenti, hogy Shannon felépülése után visszatér az atomosokhoz. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Fejlesztés Harkányban közel 4 milliárd jut a gyógyfürdőre. Roham a bérletekért, pedig ingyenes a parkolás. Január 20-áig cserélik le az automatákat Pécsen. Várják a síelőket, hétvégén már lehet siklani a pécsi pályán is. $3,8 milliárd forintból fejlesztik a Harkányi gyógyfürdőt. A kormányzati támogatásból a korábban már tervezett 3-as medencecsarnok rekonstrukcióját és egy kültéri gyermekvilág kialakítását végzik el. A fejlesztési terveket Nagy Csaba, a térség országgyűlési képviselője mutatta be a helyszínen. Újabb támogatást kapott Harkány városa a gyógy- és strandfürdő fejlesztésére. A tervekről sajtótájékoztató keretében számoltak be az intézményben. A baranyai település összesen 3,8 milliárd forintot fordíthat a felújítás megvalósítására. Baksai Endre Tamás Harkány polgármestere az eseményen elmondta, a kormányzati támogatást alapos egyeztető munka előzte meg. 2014-ben még az önkormányzati választások előtt Nagy Csaba képviselő úrral, akkori megyei önkormányzat elnökével egy kávé erejéig leültünk a főutcán, és átbeszéltük a város ügyeit, és
és akkor közösen megállapítottuk, hogy a fürdő ügye lesz a legnehezebb dolog. A határozat szerint a támogatásból több mint 3,3 milliárd forintot költhet a város infrastruktúrális beruházásra, a fennmaradó összeg pedig további tervek, tanulmányok elkészítésére fordítható, mondta Nagy Csaba, a térség országgyűlési képviselője. Összességében ezekre a fejlesztési elképzelések kidolgozására egy 454 millió forintos csomag áll majd rendelkezésre, és ez a fejlesztés ütem 3,8 milliárd forint értékű fejlesztés jelent magának a városnak, illetve magának a fürdőnek. A kormányzati támogatásból a korábban már tervezett hármas medence csarnok rekonstrukcióját és egy kültéri gyermekvilág kialakítását tervezik. Az önkormányzat januárban elindítja a közbeszerzési eljárást a hármas medence csarnokkal kapcsolatban a kivitelező kiválasztására. Megrohamozták a Biocom ügyfélszolgálatát az idei parkolási bérletekért az új év első munkanapján, pedig egyelőre ingyenes a parkolás Pécsen. Ugyanis január 20-áig lecserélik a régi automatákat a köztereken, ezért leállították a fizetési rendszert a telepítés időszakában. Így a város üzemeltető cég ügyfélszolgálatát január 18-áig péntekig kereshetik fel az autósok, ha idei parkoló bérletet szeretnének vásárolni. Teltházas volt a Biocom ügyfélszolgálata szerda délután. Parkoló bérletekért jöttek az emberek. Délelőtt még itt, a Siklósi úti központ előtt is sokan várakoztak, hogy bejussanak. Számítottam rá, pont azért, amiért én is ma jöttem, azért gondolom, hogy nagyon sokan vannak így, hogy január 2-án még szabadságon, és akkor az utolsó nap, hogy megvásárolják a bérleteket. Pedig a parkoló automaták cseréje miatt január 18-áig lett volna mindenkinek ideje bérletet vásárolni, mert hivatalosan január 20-a vasárnapig nem kell fizetni Pécsen a parkolásért. Szerintem ez egy okos dolog, mert hát, hogyha nem működnek a jegykiadó automaták, akkor hova fizessenek? Így néznek majd ki az új parkolóautomaták, amiket a város most kezdett el telepíteni a közterületeken. Ezek már új, okos, színes kijelzővel rendelkező parkolóautomaták lesznek. A pénzes érme mellett, illetve a mobil fizetéses parkolás mellett így lehetőség lesz már PayPass-os kártyákkal is az automatáknál fizetni. Az automaták telepítése januárban indul el. Mondta korábban stábunknak Pécs alpolgármestere. Ez azt jelenti, hogy aki még nem vette meg például a januári havi bérletét, még megteheti. Azonban hiába ingyenes a parkolás az év első 20 napján, a városi rendelet szerint havi, negyedévi vagy éves bérletet lehet vásárolni. A havi bérlet ára azonban, ami 4500 forint, három munkanap alatt visszajön, ha valaki mondjuk a kettes zónában parkol a munkahelye miatt. A Pécsi Tudományegyetem idén a 140. helyre került a regisztrált 719 egyetem között a világ környezettudatos felső oktatási intézményeit rangsoroló listán, adták hírül tavaly december végén. Ez 39 pozíciónyi előrelépést jelent a Pécsi Egyetem számára, és ezzel a második legzöldebb magyar egyetem az összevetés szerint. A világ egyetemeinek zöld mérőszámokon alapuló rangsorát 2010 óta minden évben összeállítja a University of Indonesia a fenntartható környezeti fejlődés elősegítésére és támogatására. Szem előtt tartsuk például az éghajlatváltozással kapcsolatos cselekvési terveinket, amely összhangba kell, hogy legyen a területi, valamint a nemzeti éghajlatváltozási stratégiákkal. Valamint, hogyha tovább megyünk a nemzeti szinten, akkor ugye az uniós, valamint a globális szintű stratégiákkal is összhangba kell, hogy legyen. Ezen összhangnak a megteremtése a fő célunk a jövőt tekintve. Folyamatosan dolgoznak a Dom téren, a tervek szerint halad a munka. Ahogy korábban beszámoltunk róla, teljesen megújítja a bazilika előtti Dom teret a Pécsi Egyházmegye. Kicserélik a régi töredezett balesetveszélyes kövezetet, és teljesen megújítják a vízelvezető rendszert. Egy barátságos ivókúttal, utcabútorokkal ellátott tér fogadja majd a pécsieket és a turistákat. Növényeket is
telepítenek, de arra ügyelnek, hogy a Székesegyház klasszikus látképét ne zavarja semmi. A tér nyugati oldalán egyre növekszik a bordó és a szürke, azaz a régi tér hangulatát idéző új burkolat. A meccsek magasabban fekvő területein még van néhány centiméternyi hóréteg. Jó hír ez a sízés szerelmeseinek, hiszen a pécsi sípályán kisebb mennyiségű hó esetén is le lehet siklani. Az ország egyik legjobb fekvésű füves pályája, bár eddig csak 3 napra nyitott ki a még decemberben, várja a téli sportok kedvelőit. A terep közepes minősítése miatt inkább a haladók élvezhetik ki a domborzati adottságokat, de a kezdők is bátran kipróbálhatják a könnyebb szakaszokat. A PVSK sí szakosztálya szeretné elérni, hogy minél több pécsi látogasson el a pályára. Már most is havas a pálya, ez 1-2 centi. Ez még nem alkalmas arra, hogy síeljünk, bár néhány szakosztálytag valószínű ki fogja ezt is próbálni. Szóval úgy néztük az időjárást, hogy szombatra, vasárnapra lesz elég hóréteg, és akkor ilyenkor 9-től 4-ig, tehát világosban nyitva van a sípálya, és akkor szeretettel várunk mindenkit. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Megállapodtak, nő a minimálbér 2019-ben. Esőhiány, tavaszra 80 mm-nél is több víz hiányozhat a földekről. Ítélet, próbaidőben megúszta az idős embereket kifosztó férfi. Új év, depresszióhoz vezethet a rosszul megfogalmazott újévi fogadalom. Pénteken hideg lesz, a nap nagy részében fagypont alatt marad a hőmérséklet, de több órás napsütésre van kilátás. Élénk olykor még erős lökésekkel kísért északnyugati szél fúj majd, ami délutánra mérséklődik. Késő estétől havazásra kell készülni, a szél miatt hófúvásnak is megvan a veszélye. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!